Határozottan tagadja Temesvár polgármestere azokat a híreszteléseket, hogy a város központjában kitűzött román zászlók eltávolítását rendelte volna el. Dominik Fritz elmondta, három zászlórúdról van szó, amelyekről bíróság mondta ki, hogy szabálytalanul vannak felállítva és nem maradhatnak a helyükön. Napok óta dúl a zászlóháború Temesvár német polgármestere és a román prefektus között. Mihály Riti Vójú Temes megyei prefektus vasárnap közösségi oldalán kifogásolta, hogy Dominik Fritz a multikulturalizmus jegyében engedélyt adott külföldi nemzeti lobogók elhelyezésére a polgármesteri hivatal épülete elé, miközben pénteken elrendelte több román lobogó eltávolítását. A kormány megbízottja közölte, hogy a rendőrség bevonásával ellenőriztetni fogja a temesvári városházához tartozó összes helyszínen található zászlók kitűzésének jogszerűségét. Válaszában a polgármester álhírnek nevezte, hogy elrendelte volna a román zászlók eltávolítását, és közölte, hogy a városháza szakaparátusa tájékoztatta őt arról egy jelentésben, hogy a város közterületein több illegális építmény található, köztük három zászlórúd is, amelyeket a törvény szerint le kell bontani. A témáról egy hétfői sajtótájékoztatón is kérdezték a városvezetőt. Itt két nagyon különböző dologról van szó. Az egyik a zászlókról szól, a másik pedig az építkezésről. Soha nem beszéltem olyan zászlókról, amelyeket le akarok venni. Mindig ezekről a zászlórudakról beszéltem, amelyeket egy bizonyos építési törvény alapján építettek, és amelyek veszélyeztetik vagy veszélyeztethetik a polgárok biztonságát. A Temes megyei prefektus szerint a német nemzetiségű uszér és polgármester kettős mércét alkalmaz, ugyanis más szempontok szerint dönt, amikor a különböző országok polgármesteri hivatal elé kitűzött zászlóiról, illetve amikor a román zászlóról van szó. Arra is utalt, hogy még 2022. májusában kérte a polgármesteri hivatalt, hogy távolítsa el a partnerországok lobogóit a városháza elől. Dominik Fritz, akit egyébként szociáldemokrata és nemzeti liberális politikai ellenfelei gyakran támadnak nacionalista témák mentén, akkor ezt határozottan elutasította, és rámutatott, hogy a kifogásolt zászlók már az ő megválasztása előtt a városháza homlokzatán lobogtak, és mellettük szerepel Románia és az Európai Unió lobogója, valamint Temesvár címere is. Hangsúlyozta azonban, hogy elemezni fogja annak a lehetőségét, hogy a lebontásra javasolt zászlórudak a helyükön maradjanak.